Sziasztok! Folytatjuk tovább a koordináta geometria ö, témakörrel, méghozzá most az egyenes meghatározó adatokkal fogunk foglalkozni, úgy, mint a, az irányvektor, normálvektor, irányszög ö, és meredekséggel. Ugye bizonyos pontokat már meg tudunk adni a koordináta rendszerben, hiszen vettük azt, hogy van egy szakaszunk, annak van két végpontja és a két végpontból ki tudjuk már számolni a szakasz felezőpont koordinátáját, és ugye a szakasz hosszát is, ki tudjuk számolni a háromszög harmadik csúcsának koordinátáját, és a súlypont koordinátákat is, most pedig az egyenesek megadásával fogunk foglalkozni. Ugye Derékszögű koordináta rendszerben az egyenes helyzetét meghatározza, tehát egy egyenest már fel tudunk írni, hogyha megvan az egyenesünk két pontja, illetve egy pontja is valamely az irányára jellemző adat. Na már most az irányára jellemző adat az a, most tárgyalni tárgyaljuk a normál vektort, az irányvektort, az irányszöget, illetve a meredekséget. Ezekkel fogunk ma foglalkozni. Nézzük az egyenes irányvektorát. Az egyenes irányvektora az az egyenessel párhuzamos, nullától különböző vektor. Tehát lényegében olyan vektor, amely párhuzamos az egyenessel. Mit tudjam én, hogy például itt van nekem egy E egyenesem. Ennek az E egyenesemnek a, az irányvektora. Lesz ez, ugye? kis v jelöljük, ugye mondtuk, hogy az egyenesen párhuzamos, nullától különböző vektor, ne felejtsük el, hogy nullától különböző vektor, ami azt jelenti, hogy nem lehet nullvektor, és tudjuk, hogy mi az, hogy nullvektor, ugye nullvektor az a vektor, aminek abszolút értéke nulla iránya tetszőleges, na már most ugye ez nem lehet nullvektor. Tehát ennek az e egyenesemnek az irányvektora párhuzamos ezzel az e egyenessel, és ugye mondtuk, hogy kis v jelöljük, és ennek is van koordinátája, V1 és V2 mondjuk. Ugye, ha az egyenes egyenletének felírásához az egyenesnek az irányvektora áll rendelkezésünkre, tehát egy feladatban megvan adva az irányvektora az egyenesünknek, akkor az alábbi irányvektoros egyenletet fel tudjuk használni ami azt jelenti, hogy az irányvektoromnak a második koordinátáját megszorzom az egyenesen egyik pontjának koordinátájával, majd ebből kivonom az irányvektorom első koordinátájának és az egyenesnek a futópontjának második koordinátájának szorzatát, ami egyenlővé tesz a v2-ször x0-ból v1-szer y0, ugye most tárgyaljuk azt, hogy ugye a v1, v2 az az irányvektorom koordinátája, ami meg van adva, ugye, és párhuzamos az egyenes ennel. Mi az az x, y és mi az az x0 és y0? Na az x, y az az egyenes pontjának a koordinátája, amit úgy is lehet egyszerűen fogalmazni, hogy az egyenesnek a futópontja, ami feladatban úgy jelenik meg, hogy például az egyenes egyik, hogy például az egyenese illeszkedik-e az a pont. Az x0, y0, na az az egyenesnek az adott fix pontja, ugye fix pontnak is szokták mondani, az adott pont koordinátája, hogy élesebben elkülönüljön, akkor nézzünk rá erre egy feladatot. Általában úgy szól a feladat, hogy mindig P0-al jelölik az egyenesnek a fix pontját, de könnyen rá lehet jönni. Egy egyenes egyik pontja P002 egy irányvektora 3-1. ki az egyenes azon P pontjának első koordinátáját, amelynek második koordinátája. Ö 4. Ebből a feladatból is látszik, hogy van egy adott pontja az egyenesünknek, és arra kíváncsi a feladat, hogy arra az egyenese ugye végtelen sok számú pont illeszkedik, és abból a végtelen pontból egy P pontnak a két koordinátájára kíváncsi. Tehát ebből is látszik, hogy ez a fix pont, ez ugye az x0, y0, ez pedig az egyenes egyik futópontja, ami ugye az x, y az irányvektoros egyenletből. Na hát akkor kezdjünk neki a feladatnak, írjuk fel az egyenesnek az irányvektoros egyenletét. És akkor bontsuk ki a feladatot. Tudjuk, hogy az egyenesennek az irányvektorának a koordinátája 3, 1. Azt mondja, hogy a x0, y0-nak a koordinátája, azt is tudjuk, ugye az a p0, a 0 és a 2, az x, y-nak a koordinátája pedig, első koordinátáját kell kiszámolni, a második koordinátája 4, tehát ezt nem ismerjük, mert ezt kell kiszámolni, tudjuk, hogy meg volt a második koordinátája 4. Innentől kezdve nincs más dolgunk, mint visszahelyettesíteni, az irányvektoros egyenletbe, azaz a V2 az 1 szer x, x mert nem tudjuk ennek a futópontnak az első koordinátáját, ból 3 szor 4 egyenlő 1 szer 0, ból 3 az y0 pedig 3x2. Na hát, ha ezt kiszámoljuk, akkor az lesz, hogy 1x-12 egyenlő mínusz 6-tal, ha rendezzük az egyenletet, akkor kijön, hogy x egyenlő 6, tehát a p pontnak a koordinátája nem lesz más, mint 6 és 4. Ilyen egyszerű ez a feladat. Nézzük a következő feladatot! Ez már egy kicsit másabb, mint a, az előző volt, hiszen így szól, hogy egy egyenes két pontja van megadva, mínusz kettőt és négy egy pontokkal, és adjuk meg ennek az egyenesnek az irányvektorát. Eszünkbe jut, hogy hoppá, az irányvektoros egyenletet nem fogjuk tudni használni, hiszen az egyenesnek a futópontjai vannak megadva, és a fix pont nincs. Úgyhogy innentől kezdve meg vagyunk lőve, de ha Eszünkbe jut az, hogy ugye irányvektort kell majd ugye számolni, hiszen így szól a feladat, és van egy, erre egy nagyon pofon egyszerű általános szabály, hogyha megvan adva az egyenes két különböző pontja, úgy mint a P1.x1, y1, P2.x2, y2 koordinátákkal, akkor az E irányvektora, Következő képen lehet kiszámolni: az e egyenes irányvektora az, hogyha az x2-ből kivonom az x1-et, ez lesz az első koordinátája, a második pedig, hogy az y2-ből kivonom az y1-et. Lényegében, ha erre rápillantunk, akkor eszünkbe jut a, a vektoroknál tanultak, hogy irányvektort kell nekünk számolni, ami azt jelenti, hogy a P1-ből a P2be mutató vektor kell kiszámolni, lényegében a P1P2 vektort kell nekünk kiszámolni. Ez lesz az irányvektora ennek a két pontnak. Amit tudjuk, hogy a vektoroknál tanultuk, hogy úgy kell kiszámolni, hogy a vektor iránykoordinátáját, hogyha a vektor végpontjából kivonjuk, a kezdőpontot lényegében így szól ez az általános szabály is, hogyha két pont van megadva az egyenesünknek, ezért először irányvektort kell számolni, a végpontból kivonjuk a kezdőpontot. Hát akkor tegyük meg, 4, Ugye 4-ből mínusz 2, ez lesz az első koordinátája, y2-ből y1, azaz 1-ből y1-5, ez lesz a második, és akkor kijött, hogy 6, ugye 1-ből 5 az mínusz 4. Tehát 6 mínusz 4 lett ennek az egyenesemnek a az irányvektora, és ugye ezt lehet egyszerűsíteni is, hogy a későbbiek során ne ilyen nagy számokkal számoljunk, lényegében egyszerűsíthetünk, ugye kettővel, akkor itt lesz három, és mínusz kettő, az is ugyanúgy megfelel, és kisebb számot kaptuk. Tehát akkor jegyezzük meg, hogy a fentiek alapján, hogy egy vektor irány koordinátáját úgy határozhatjuk meg, hogyha a vektor végpontjából kivonjuk a kezdőpontot, ugye ha a feladatban csak mondjuk két pont van ö, megadva. Nézzük tovább. Ugye az egyenest még meghatározza egy, meghatározhatja még egy pontja és egy normál vektora. Mi is az, hogy normál vektor? A normál vektor egy olyan vektor, melynek egyenese merőleges az egyenese, míg az irányvektor párhuzamos volt, a normálvektor az, az, adott egyenesünkre, az mindig merőleges lesz. Az xy síkban egy egyenes normálvektora, tehát az egyenese merőleges, zérus vektortól különböző bármely vektor lehet, jelölése kis n, és ennek is van koordinátája, nagy a B-vel szokás jelölni. Fontos itt megjegyezni, ezt többször is elő fog térni, hogy két vektor skaláris szorzata. Akkor és csak is akkor nulla, ha két vektor merőleges egymásra. A másik fontos megjegyzendő, ha N normálvektora az egyenesnek, akkor bármely nullától különböző lambda valós szám esetén lambda szor N is normálvektora az egyenesnek, hogy ez mit jelent. Azt mindjárt ö, ö, mutatom. Ugye van itt egy E egyenesem, és ugye ez az E egyenesemre ö, merőleges. Ez a normál. Vector. Ugye azt is mondtuk. Hogyha n normál vektora az e egyenesnek, akkor bármely nullától különböző lambda való szám esetén a lambdászor n is normál vektora lesz az egyenesennek, ami azt jelenti, hogy van itt ez a, az n normál vektor, ugye a b koordinátákkal, akkor ennek a lambdászorosa, akkor ennek a lambdászorosa mondjuk a kétszerese, is normál vektora lesz az e egyenesnek. Lényegében ennyi volt az a, a, másik mondat. Fontos, hogy az irányvektoros, iránytényezős vektort leképezhetjük normál alakra, azaz megvan adva mondjuk az egyenesemnek az irányvektora xy koordinátákkal, akkor az ebből történő normál Vektoros leképzés en szerint úgy alakul, hogy felcseréljük az irányvektoromnak a két koordinátáját, és mondjuk veszem az egyiknek az ellentett ö, értékét. Ha ugye meg volt adva, hogy x, y a koordinátája az irányvektoromnak, ebből pedig úgy fogok csinálni normálvektort, hogy megcserélem, és veszem az egyiknek az ellentettjét. Ha normálvektorból kell irányvektort csinálni, akkor is ugyanúgy járunk el, nézzünk erre egy ö, példát. Mondjuk megvan adva, hogy van egy irányvektor, annak a koordinátája 5-2, és az a kérdés, hogy ebből kell nekem normál vektort csinálni. Hát rém egyszerű, úgy szólt a fáma, hogy felcseréljük a két koordinátáját, az irányvektorom két koordinátáját felcserélem, és veszem mondjuk az egyiknek az ellentetjét mondjuk ez mínusz kettő és öt lett. De jó az is, hogyha felcserélem őket, ugye kettő és öt. Ez is megfelel, mindkettő jobb, és Ugye mindkettő jó, a legjobb az, ha az egyik koordináta negatív, akkor ugye annak veszem az ellentetjét, és akkor nem kell negatív számokkal számolni, de mindkettő jó. Nézzük a fordítottját. Meg van adva egy normál vektor, egy hármas koordinátákkal, és ebből kell nekem csinálni egy irányvektort, hát tudjuk, megcseréljük, és az egyiknek veszem az ellentetjét, ez mínusz 3-1 lesz. Ilyen egyszerű normálvektorból irányvektort, vagy irányvektorból normálvektort csinálni. Nézzük a feladatot. Van egy egyenesőm, amelynek egyik pontja p0, tehát a fix pontja mínusz 1-3. Normálvektora mínusz 2-5. Határozzuk meg az egyenesre illeszkedő p pont második koordinátáját, ha az első négy volt, tehát ez az egyenese illeszkedő egyik P pont, hogy rögzüljön, ez mondjuk az egyenesnek a egyik futópontja. Ne felejtsük el, ha a normál vektor és a P0P vektor merőleges egymásra, ugye? mert a P pont illeszkedik az egyenese, ezért számoljuk ki a P0P vektort. Ugye a P0, P irányvektort kell lényegében kiszámolnunk, amit úgy kapunk, iránykoordinátát, ha a végpontból kivonjuk a kezdőpontot, azaz már gyárthatjuk is. Ugye a végpont, az első koordinátája ennek négy, ide írjuk, hogy a 4 és y a P pontomnak a, a koordinátája, amivel a másodikat kell majd nekünk Kiszámolni. Na ott tartottunk, hogy ki kell számolni a P0p vektort, végpontból a kezdőpontot kivonjuk, azaz 4-ből mínusz 1, az első, a második pedig y-ból 3 lesz, és akkor kijön, hogy a P0p koordinátája az 5 és az y-3 felírom én ide külön, hogy elkülönüljön. Ugye a P0 meg volt adva, hogy az 1, mínusz 1, 3. A P futópont 4 és Y volt megadva. Akkor, és ugye a normál vektor is meg volt adva, mínusz 2, 5. És most jön az a bűvös mondat, hogy két vektor, csak is akkor tudunk most már tovább lépni, hogy kiszámoljuk a P pontnak a második koordinátáját. Ha eszünkbe jut az, nem hiába mondtam, hogy megjegyzendő, hogy két vektor skaláris szorzata akkor és csak is akkor nulla, ha a két vektor merőleges egymásra. Tehát a P0P skaláris szorzata, ugye két vektor akkor nulla, hogyha merőleges egymásra, Na már most ezeknek merőlegesnek kell lenni egymásra. Képzeljük csak el, hogy itt a koordináta rendszerem, és azt mondja, hogy itt van egy, mondjuk meg van adva egy pontja ennek az egyenesemnek, és mondjuk így halad az az egyenes. Ugye azt tudjuk, hogy a normálvektor az merőleges rám, ugye ez a normálvektor merőleges az egyenesemre, és ugye a P0P pontot mit tudjam én, hogy mondjuk itt van a. a P nulla, itt meg van egy P pontja, és akkor itt van ez a P0P vektorom, ami ugye irányvektor, mert az egyenessel ö, párhuzamos. És az egyenessel párhuzamos, de ugye a normál vektorral meg merőleges, és akkor ezért kell, hogy két vektor skaláris szorzata akkor és csak is akkor nulla, ha két vektor merőleges egymásra, ezek pedig bizony, akárhogy is nézzük, merőlegesek. Na, P0P szer N, akkor most jön az, amit a skaláris szorzatnál, a vektoroknál tanultuk, hogy ugye a P0P az meg kiszámoltuk, 5 és mínusz 5 és y 3 a koordinátája. Tehát 5 ször mínusz 2, ugye a normálvektor első koordinátája, ez egy is már egyszerűs két vektor szorzásánál tanultak. Y3, ugye második koordinátát a normálvektor második koordinátájával megszorozzuk az 5, ennek pedig nullának kell lenni. Hát innentől kezdve pedig nincs más dolgunk, mint rendezni az egyenletet mínusz 10 meg 5 y 15 egyenlő 0, mínusz 25 meg 5 y egyenlő 0, 5 y egyenlő 25, -e, és kijött, hogy az y értéke 5 lett, tehát a P pontomnak a koordinátája 4 és 5. Ilyen egyszerű volt ez a feladat. Itt szól egy másik feladat, hogy illeszkedik-e a P0, négy, P0 ponton átmenő uh, mínusz 2 irányvektorú egyenes a egyenesre a P pont, ha ennek a P pontnak a koordinátája 2, 8, a P 0-nak ugye még egyszer 4, 3, az irányvektor, ahol megadva ennek az egyenesnek, mínusz 2 és 5. Na, hát csináljunk egy ábrát, mit tudunk erről a egyenesemről. Ugye az volt, hogy a P043, mondjuk legyen itt a P0, ugye ezen átmegy az egyenesem, legyen ez az E egyenes. És az a kérdés, hogy illeszkedik-e rá ez a P pont, aminek ugye a koordinátája 2,8, mondjuk az meg legyen itt ez a P pont, koordinátája ugye a 2 és a 8. És mi ugye megtanultuk, hogy a normál vektor az egyenesen merőleges, tehát a P pont akkor és csak is akkor lehet rajta ezen az egyenesen, ha a P0P vektor merőleges a normál vektora. Na itt van egy irányvektor kapásból. csinálunk ebből egy normál vektort, megcseréljük egyét Veszük 5 és 2 lett. Mondjuk itt van ez a normál vektor, ugye merőleges az egyenesemre, és ugye akkor és csak is akkor illeszkedik egymásra, ha két vektor merőleges egymásra. Azaz a P0P az az irányvektor. Ugye? Ugye ez merőleges az egyenesre megtanultuk. Márpedig, ha ezt nézzük a rajz alapján is, ugye ezek merőlegesek egymásra. Na hát akkor itt hozzuk be a tanultakat. Ugye a P pont koordinátája 2, 8, akkor P0, P-t ki kell most gyorsan számolnunk. Ugye a P0, P lényegében az irányvektorom ugye azt kell nekem csak is úgy tudunk számolni, ugye a végpontból a kivonjuk a kezdőpontot, és a P0, P koordinátája mínusz 2 és 5 lett. Na, és akkor a normálvektor és a P0P vektor akkor merőleges, ha skaláris szorzatuk nulla, azaz mínusz 2 ször 5, meg 5x2 egyenlő 0. Ennek kell teljesülnie, akkor a P pont bizony rajta van ezen a, az egyenesemen. Hát ha kiszámoljuk, mínusz 10 meg 10, az egyenlő nullával, az bizony nulla, a P pontom rajta van az egyenesen. Ilyen egyszerű volt. Na nézzük az utolsó tényezőt. Az egyenes irányszögéről és iránytangenséről fogunk most egy kicsit beszélni. Mi is az, hogy meredekség? A meredekség egy rém egyszerű dolog, delta y per delta x, azaz az y2-ből kivonjuk az y1-et, és ezt elosztjuk az x2 1 -el. Ugye, ezt nevezzük a p1, p2 nem függőleges egyenesnek a meredekségének. Jobban el tudjuk képzelni. Nézzünk egy, egy kis ábrát. Van itt nekem egy, egy, egy p pontom, egy p1 pontom, 0,5 koordinátákkal van egy p2 pontom, 4, 2 koordinátákkal, és ennek, és ugye ez a két pont rajta van ez a, ezen a F egyenesen, akkor ki lehet számolni f-nek a meredekségét. És f meredeksége, ami úgy kapom meg, hogy delta y per delta x, ezt én most nem bontom ki, itt lehet látni, az 2-ből 5, ugye y2 2-ből 5 per 4-ből 0 azaz ennek a meredeksége mínusz 3 negyed. Mindjárt beszélünk majd erről az értékről is. Nézzünk egy másik pontot. Van nekem egy p3 pontom 0 mínusz 2 koordinátákkal. Aztán van nekem egy p4 pontom 3 6 koordinátákkal mondjuk. És ez a két pontom, igyekszem egyenesen összehúzni valahogy, azt képzeljük el, hogy egy egyenes, ez a két pontom, ö, ugye rajta van az E egyenesemen. Akkor számoljuk ki az E meredekségét. Azaz, 6-ból mínusz 2 per... 3-ból 0, és ennek a meredeksége 8 harmad lett. Szóval nézzük meg ezeket a meredekségi értékeket, hogy mit akarnak. Nézzük a 8 harmadot. Ugye ez azt jelenti, ez a 8 harmad, hogy az x értéke, ha majd későbbiekben megyünk tovább, ez 3 egységgel nő, az y értéke 8 egységgel ha majd így lépegetéssel akarunk tovább menni, ez jelenti a meredekség. Nézzük meg az F értékét. Mínusz 3 negyed, ami pofon egyszerűen azt jelenti, hogy az X értéke 4 egységgel nő. Az X értéke. Míg a, az y -A pedig 3 egységgel csökken. Hogyha szebb lett volna a rajz, akkor az egyenes folytatásából egyébként nagyon jól látszik. Még fontos dolog itt a meredekségnél megjegyezni, hogy a, ugye ez egy negatív értékű meredekség, ez pedig egy pozitív értékű meredekség, hiszen látjuk, hogy ez mínusz 3, ez meg 8 harmad. A pozitív meredekségű egyenesek, azok mindig jobbra-felfele, tehát ez az E jobbra-felfele, ugye ez a pozitív értékű, mindig jobbra-felfele ejt, míg a negatív meredekségű, ugye a mínusz három negyedem, az meg mindig jobbra-lefele, ugye jobbra, na, itt van ez az F mínusz három negyed, ez meg pedig jobbra-lefele ejt. Ugye, hogyha negatív érték. Tehát a meredegségről ennyit kell tudni nagy vonalakban. Ugye az egyenesek állását nem csupán meredegségükkel, hanem az irányszöggel is meg tudjuk adni. Lényegében az irányszög és a meredekség az egyenesnek az állásáról ad nekünk tájékoztatást. Az irányszög az egyenes irányszöge a pozitív x tengelyel bezárt, az óra mutató járásával ellentétes irányban mért hajlásszög. Van itt nekem az ábrán egy egyenesen. És ugye úgy szól a fáma, hogy az óra mutató járásával ellentétes irányban mért hajlásszög a pozitív x tengelyel. Tehát ennek az egyenesnek az irányszöge ez. ez a, en, en, ennek az egyenesnek az irányszöge és és nem pedig ez. ugye mert az x tengelyt kell mindig figyelmen venni, nem ez az irányszög, hanem ez ugye a pozitív x tengely azért mutatja, hogy ez az irányszöge. de ha nekem van egy ilyen egyenesem, ennek ö, most váltok másik színre, ennek mi lesz az irányszöge? Ugye a pozitív x tengelyel óramutató járásával ellentétes irányú, akkor már tudjuk, hogy ennek az egyenesnek az irányszöge ez. Ez lesz a, a, a ennek az egyenesnek a az irányszöge, Tehát lényegében ennyi. És ugye a vízszintes egyenes irányszöge nulla, hát értelemszerűen mi más lehetne, a függőlegesé pedig 90 fok, és ebből következik, hogy az egyenestek az irányszöge az 0 és 180 fok közé fog esni. Fontos összefüggés következik, hogy egy nem függőleges egyenes M meredeksége és alfa irányszöge között fennáll az M egyelő tangens alfa Összefüggés, és ez miatt az egyenes meredekségét, az L egyenesnek az iránytangensének is szokás nevezni, mindjárt veszünk egy példát. Adjuk meg a P1 P2 egyenes egy irányvektorát, normál vektorát, iránytangensét és irányszögét, ha megvan adva a két pontomnak a, a koordinátája, szóval itt ö, mindent ö, meg kell adni. Ö, ugye van egy P1P2, pontom, a P1- egy. A 3, a P2 pedig 2, 4, 2, 4, itt a P2, és ugye ezek rajta vannak egy egyenesnek, és ennek az egyenesnek kell a, szóval kell a, az irányvektora, a normálvektora, mi kell még, kell neki a, a a meredegsége, és ugye kell majd neki a, az irányszöge. Na hát, akkor induljunk ki ebből a feladatból, meg van adva neki két pont, ennek az egyenesnek kell az irányvektorát kiszámolni, pofon egyszerű, a P1, P2 irányvektort kell nekem lényegében kiszámolni, P1, P2 vektort, ami azt jelenti, hogy végpontból kivonom a kezdőpontot, így egyszerűen le, slankítva, azaz a 2 egy, 1, 4 egy 3, 1, 1 lett az irányvektora. Kész az egyik. Akkor normál vektort az irányvektorból pofon egyszerű készíteni, felcserélem és veszem a, a, az ellentétjét hiába egy-egy, de itt mínusz egy-egy mondjuk ennek a normál vektora. Akkor kész van. Nézzük a meredekségre. A meredekségre tudjuk az összefüggést, hogy delta y per delta x, ugye y2-ből y1, x2-ből x1, azaz a két pontom koordinátáját veszem, 4-ből 3 per 2, ből egy, a meredeksége ennek egy lett, ami azt jelenti, hogy az x egységgel, tehát pozitív meredekségű egységgel. ugye látni is lehet, hogy pozitív meredeksége van ennek az egyenesemnek, hiszen jobbra fölfele emelkedik. Ugye egyettséggel nő az x is, meg egyettséggel az y is. Na, akkor ki kell számolnom az irány szöget, irány tangens, de tudom én most már azt az összefüggés, hogy meredekség egyenlő tangens alfával. Mit tudok? Tudom a meredekséget, hogy egy tangens alfa számológéppel visszakeresem, és kijön az, hogy a alfám az 45 fok és ezáltal be is fejeztem ezt a feladatot, ugye ne felejtsük el, hogy az meredekség és az alfa irányzok közötti összefüggése jutottunk el arra, hogy az alfa 45 fok, mivel a, ez egy nevezetes szög. Ugye a számológéppel egyszerűen vissza lehet keresni. A következőekben már rá fogunk térni az egyenes egyenletének megadására.